Vasas Kubala Akadémia U16-os kapusa Hút Wagner Gergely az elmúlt napokban próbajátékon volt a Manchester United csapatánál. Kapusedzőjével, Babócsi Andrással az előzményekről beszélgettünk. Hát ez úgy alakult ki, hogy a Gergő, ő az IES Dani barátomnál nyáron mindig részt vesz egy kapustáborban. Már nagyon régóta, ő még mielőtt ide került a Vasashoz, ő már többször részt vett ezeken a táborokon. Én is volt, hogy lent voltam, sőt pont ezen a táboron is, a mostani nyári táboron is lent voltam, amikor Pli Stewart, a IES Daninak a barátja, aki Angliában a kapusedző, ő is részt vett ezen a táborban. És a tábornak a jutalma az volt, hogy a Stewart kiválasztott két kapust, aki kimehetett hozzá Angliába egy hétre, egy ilyen kis edzőtábor féleségre. És ezt a Gergő volt az egyik, aki ezt megnyerte most nyáron. És decemberben, amikor megtörtént ez a bizonyos edzőtábor, akkor a Billy-nél az edzéseket meglátogatta egy Manchesternek a kapusedzője is, és látta a Gergőt, és azt mondta, hogy meg fogja hívni egy ilyen próbajátékra, úgyhogy gyakorlatilag ez több szálon keresztül alakult ki. Nagyon szépen köszönöm. Babócsi András az imént elmondta, hogy Hút Wagner Gergely a Manchester Unitedben járt. Mik a tapasztalataid? Nagyon jó tapasztalataim vannak, nagyon nagy élmény volt ez számomra. Sosem fogom elfelejteni, remélem ez folytatódni fog. Heti 5 edzésem volt, egy nap szigorúan csak egy edzést tartottak. Minden nap egy 2,5-3 órás edzés volt. Hétfőn volt egy kis konditermes edzés, itt súlyokkal emelgettünk, erősítettünk. Ezután kimentünk egy ilyen fedett ilyen ketrecbe, palánkossal, gyors játék 11 a 11 ellen. Ez volt az ismerkedő első edzésem ott, nem ment rosszul, jól éreztem magam. És ezután egy kabusedzés, egy beívelős kabusedzés, lehúzásokkal foglalkoztunk. Igen, minden napot úgy kezdtük, hogy megérkeztünk reggeli vagy éppen ebéd, ahogy kezdődött az edzés, általában reggelivel kezdtünk, 9.30-kor kezdődött az edzés, 8.30-kor kellett ott lenni, akkor volt a reggeli. Utána kimentünk, egy ilyen fedett betonos nagy csarnokban voltunk, műfüves pálya volt, itt voltak a falra festve ilyen különböző céltáblák, ezeket lehetett lövöldözni, kaprölni, amit akarsz, szabad foglalkozás, 20 perc volt kb. Minden nap. Egy cicával kezdtünk, de a cica ez inkább ilyen labdatartó jellegű volt. 4-2-t játszottunk, nagyon-nagyon gyors, iramú, lábaknak megterhelő edzés volt. Hát kis játékok voltak, főleg faljátékok, nagyon gyorsan játszották. Nekünk kapusoknak nagyon gyorsan kellett gondolkodni lábbal, minden nap volt kapusedzés. Ez általában attól függött, hogy mennyit edzettünk a csapattal. Kapusedzéseken a beíveléseket, kijöveteleket, lehúzásokat gyakoroltuk nagyon sokat, a lábbal való játékot, földről és kézből egyaránt, szögből való védéseket, labdafogást, alapállást gyakoroltuk, ezeket erőltették főleg, ez az angol stílus. Nagyon jóba lettem a többiekkel, a Manchester United U18-as csapatával készültem minden nap, kivel csütörtökön, akkor az U16-tal. Nagyon befogadtak, nagyon jó fejek, imádtam ott lenni, nagyon tetszettem nekik, meg szerintem a stábnak is, jó visszajelzéseket kaptam. Voltak belgák, olaszok, minden országból jöttek, angol volt a közös nyelv, nagyon megtanultam angolul, nagyon tetszett. Találkoztam különböző felnőtt csapatból játékosokkal, ott járkáltak minden nap körülöttünk, mint hogyha teljesen természetes lett volna. Mellettem ebédeltek, ott úszkáltunk mellettük, és ez feltétlenül élmény volt. Csodálkoztam, és meg is kérdeztem, hogy ez nektek ez ilyen természetes, és mondták, hogy igen, persze, már megszokták. Nagyon kedvesek volt, udvariasak, barátságosak, nem voltak egyáltalán lenézőek velünk szemben. Jó körülmények.
nagyon sok füves pályájuk volt, műfüvesből kevesebb volt, aztán 2 vagy 3 volt, de a füves pályájuk az egy ilyen 10 darab azért volt. Volt olyan Premier League játékos, akivel sikerült néhány szót váltanod? Igen, találkoztam például Ashley Younggal, kértem tőle aláírást, ott ült mellettem, egyik barátomnak, Van Hallal találkoztam, meg is kérdezte, hogy ki vagyok, elmondtam neki, Sergio Romero elkérte a kesztyümet, felpróbálta, megnézte, hogy ez milyen márka, mondtam, hogy magyar, és a kedvencem. Lainivel találkoztam, és ő ott ment, de mellettem a szaunába, és Juan Mátának én engedtem meg a vizet. Köszönöm szépen az interjút!